Jó napja lehetett a szalmakalapárusoknak Tusnádfürdőn, sokan viseltek ilyet a délelőtti napsütésben. A miniszterelnökön is volt ilyen. A Szabad Egyetemen tartotta a szokásos előadását. Egy erős nemzet és erős ország nem más pénzén él. A miniszterelnök beszéde elején összefoglalta, hogy szerinte mitől erős egy nemzet, és hogy Magyarország mit ért el 2010 óta. Fontosnak nevezte a pénzügyi önállóságot, vagyis az IMF hitel visszafizetését, a devizahitelek kivezetését, az uniós szinten kiemelkedő gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést és a családok támogatását. Ez utóbbit a miniszterelnök szerint a különadókból finanszírozzák. Ezt a pénzt a multiktól vesszük el. Ha nem lenne szerénytelen, akkor azt is mondhatnám, hogy a multiktól veszem el, mert az elején rajtam kívül nem sok íve volt ennek a remek mozdulatnak. Beszélt arról is, hogy a stratégiai ágazatokban már erőteljes többségi nemzeti tulajdon van. Példaként az energia, a bank és a média szektort említette. Sokat beszélt Európa jövőjéről is. Azt mondta, Magyarországnak 260-270 milliárd forintjába került, hogy megvédje saját magát és Európát a menekültektől, de ennek csak a töredékét térítette meg az Unió. Azt is mondhatnám, hogy az Unió addig ne beszéljen szolidaritásról, amíg a 250 milliárd forintot, amivel nekünk tartozik Európa megvédésért, nem fizette ki. Egész addig azt javaslom, hogy legyenek szerényebbek. Soros Györgyről is beszélt. A magyar származású milliárdos szerinte több százezer menekültet akar Európába csalni. Állítása szerint úgy, hogy fejenként 4,5 millió forintnyi eurót adna nekik, majd szétosztaná őket az unió országai között. Az emberek véleményével szemben Brüsszelben ma kialakult egy szövetség. Ebben a szövetségben a brüsszeli bürokraták és azok elitje vesz részt, valamint az a rendszer, amit Soros Birodalomnak lehet nevezni. Beszélt a jövő évi választásokról is. Szerinte az ellenzéki pártok gyengítenék a V4-ek együttműködését. Ugyanakkor azt mondta, nem a pártok a valódi ellenzék. A helyzet az, hogy az előttünk álló kampányban nekünk elsősorban a külső erőkkel szemben kell helytállnunk, Soros maffia hálózatával és a brüsszeli bürokratákkal szemben kell állnunk a sarat, meg az általuk működtetett médiával kell megküzdeni a következő 9 hónapban. Szerinte Magyarország Trianon óta nem állt annyira közel ahhoz, hogy erős európai ország legyen, mint most. Magyarországot pedig Európa jövőjének nevezte. Kósa Lajos, a Fidesz frakció vezetője ezt a mondatot tartotta a legfontosabbnak a miniszterelnök beszédéből. 1990-ben azt gondoltuk, hogy nekünk van szükségünk Európára, ma pedig azt látjuk, hogy Európának van szüksége ránk. A demokratikus koalíció szerint Orbán Viktor ki akarja vezetni az országot az Unióból, pedig Magyarországnak elemi érdeke, hogy a közösség része maradjon. Azt mondta, hogy erős ország nem lehet, amelyik nem a saját pénzéből él. Ezzel szemben egy buszmegállót sem épített az elmúlt 7 évben az Unió pénze nélkül, és az IMF kiküldése óta az államadósság nem csökkent, hanem inkább tovább nőtt. Az MSZP közleményében azt írta, a 2018-as választások tétje az, hogy Magyarország Oroszországhoz vagy Európához akar-e tartozni. A Jobbik szerint Orbán Viktor továbbra sem képes az emberek valódi problémáival foglalkozni, helyette a saját démonaival küzd. Az LMP pedig úgy reagált, hogy a Fidesz nem Európa jövője, hanem Magyarország múltja.